Egy perces néma főhajtással emlékeztek meg a tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Ceglédi Gábor humánpolitikai igazgatóra az idei Semmelweis napi ünnepségen a Nyíregyházi József András kórházban. Ezt követően a minden évben megrendezett ünnepségen azokat a dolgozókat jutalmazták, akik különösen sok és különlegesen értékes munkát végeztek az egészségügyben. Azokat a dolgozókat jutalmazzuk most, akik különösképpen úgymond oda tették magukat, és nagyon sokat tettek most az elmúlt hónapokba az intézmény életébe. Nagyon nehéz munkán vannak túl, nagyon sokat dolgozott mindenki egyébként, nem csak a most kitüntetettek, hanem egyébként is az egész intézményrendszer vidéki telephelyénken lévő kollégákat is, kolléganőket, kollégákat is beleértve. Tehát azt gondolom, hogy egy példamutató összefogás eredménye az, hogy ezt az eredményt itt meg tudtuk a kórházunkba valósítani, hisz az büszkén mondhatom, hogy itt a kórházunkban kijelölt járványkórház voltunk a legfőbb időszakban. Hála Istennek halálozás nem történt. A főigazgató hozzátette, az erkölcsi elismerés minden dolgozónak jár, hiszen minden dolgozó munkáját dicséri az elmúlt időszak sikeressége. A 31 kitüntetett fejenként nettó 60 ezer forintos jutalmat is kap az elismerés mellé. Dr. Valent Mihálynak ez nem az első kitüntetése, amelyet a Máté-Szalkai Kórház sürgősségi osztályának főorvosaként kap. 2016-ban kaptam így először a Máté-Szalkai Sürgősségi Osztály létrehozását, ottani működésért, illetve hát most a pandémia során ugye a kórházban történt védekező munkák szervezésért, de hát ez tulajdonképpen szerencsére nem kellett érvényesíteni, mert nem volt akkora járvány, mint amire számítottunk. Az ország legnagyobb egyesített, integrált egészségügyi intézménye a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. Közel 5000 dolgozó végzi nap mint nap a munkáját az intézményekben, akik számára az elmúlt időszak különösen megterhelő volt. Nem csak az orvosokat és az ápolókat, de a háttérmunkát végzőket is nehéz feladatok elé állította a koronavírus világjárvány. Az én számomra ez az én munkámnak a lezárását jelenti. Én 78 óta dolgozom a kórházba, először terápiás dietetikusként kezdtem, és 83-tól élelmezési osztályvezető. 13 óta hozzám tartozik az egész Szabolcs megyei kórház élelmezési rendszerének irányítása. Próbáljuk igénybe, megfigyelembe venni a korszerű táplálkozást, illetve megfelelően alkalmazni a 37/14-es rendeletet, illetve az előírásoknak megfelelően próbálunk működni. Én úgy gondolom, hogy én nagyon megköszönöm az intézet vezetésének, hogy gondolt rám, mivel ez évben én befejezem tevékenységem, és ez én számomra egy nagyon szép lezárása a munkámnak. Semmelweis Ignác az anyák megmentője, születésének évfordulója alkalmából minden évben díjakat és elismeréseket osztanak a Magyar Egészségügy napján, a korábbi gyakorlat szerint pedig ilyenkor az adjunktusi és főorvosi kinevezéseket is átadták. Idén azonban a Covid-járvány miatt ezt az év végére József András születésnapjára halasztották.